Olvasmány Szent Lukács evangéliumból. Akkor oda lépett egy törvénytudó, és próbára akarta tenni. Mester, mondta, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Ő megkérdezte, mit szab meg a törvény? Hogyan olvasod? Az így válaszolt, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Helyesen feleltél, dicsérte meg. Tégy így, és élni fogsz. Ő azonban igazolni akarta magát, és tovább kérdezte Jézust. De ki az én fele barátom? Erre Jézus vette át a szót. Egy ember lement Jeruzsálemből, Jerikóba. Rablók kezére került, azok kifosztották, véresre verték, és félholtan őt ott hagyták. Egy pap jött lefelé azúton, észrevette, de tovább ment. Később egy levita jött arra, meglátta, de ő is elment mellette. Végül egy szamaritánosnak is arra vitt az útja, mikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Aztán föltette teherordó állatára, szállásra vitte, és gondját viselte. Másnap reggel elővett két dénárt, és a gazdának adta e szavakkal. Viseld gondját, amivel többet költesz rá, megadom neked, amikor visszatérek. Mit gondolsz, e három közül melyik a fele barátja annak, aki a rablók kezére került? Aki irgalmasságot cselekedett vele, felelte az. Jézus így szólt hozzá, menj, és tégy hasonlóképpen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől. Krisztusban, szeretett testvéreim, legutóbbi predikációmban a szegény Lázárról és az irgalmasságról beszéltünk. Ezt egészíti ki a mai evangélium. Egy törvénytudó azt kérdi Jézustól, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet. Jézus megkérdi tőle, mit ír a törvény. Kérdésre kérdéssel válaszol. Ez a rabbik és a törvénytudók megszokott módszere. Mintha azt mondanánk, te hogy gondolod, vagy hogy csinálod? Szeresd az Istent teljes erődből. Egy normális válasznak tűnik, főleg ebben az esetben, hiszen az izraeliták naponta foglalták ezt imájukba. És szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az írástudó helyesen válaszol, ezzel igazolva, hogy jól ismeri a törvényt és az igaz hitet. Erre Jézus a következőket mondja. Nagyon helyes. Menj, és te is eképpen cselekedj. Ezáltal örök életed lesz. Más szóval, egy jó tanító vagy. Tudod, mit kell tenni. Ezzel elköszönt. Ám a törvénytudó tovább kérdez. Ki az én fele barátom? Egy olyan kérdés ez, amelyet mindnyájan fel kéne tegyünk magunknak naponta. Jézus korában az emberek olyan mentalitásban éltek, mely szerint az örök életet csak az izraeliták kaphatták meg. Minden más pogány nép ki volt zárva a megváltásból és az örök életből.
Jézus egy nagyon jó példával szemlélteti a felebarát iránti szeretetet. A történet a jerikói templomból visszatérő emberről szól, aki egy földön fekvő ember mellett megy el. Tudnunk kell azt, hogy az akkori zarándoklatokat csoportosan szervezték, ezáltal igyekeztek megakadályozni a zarándokok megtámadását. Egy ilyen csoportos zarándoklaton vett részt Jézus gyermekkorában, amikor atyának házában maradt. Térjünk vissza a mai példabeszéd emberéhez, akit a rablok kifosztanak és félholtra vernek, ott hagytanak az úton. Egy levita és egy pap arra mennek, de kikerülik. Mindezt azért teszik, mert akkoriban egy beteg vagy egy halott ember tisztatalannak számított, és aki hozzányúlt, az is tisztatalanná vált. Hogy ismét tisztává váljanak, több napos szertartáson kellett részt venniük. De ezek ketten a templomból jövet, bizonyára tisztának hitték magukat. Véletlenül egy szamaritánus megy arra, aki vallási tekintetben ellenségnek számított. Meglátja a földön fekvőt, és megesik rajta a szíve. Az irgalom szó mai elmélkedésünk fő témája. Tulajdonképpen nem más, mint az a szív, mely életet ad a szenvedő embernek. Valószínű arra gondolt, hogy ő is lehetett volna a másik helyében. Szenvedő emberek mindenhol vannak. Nem feltétlen kell megkeresni őket, hisz nagyon jól tudjuk sokszor, hogy kik azok. Emlékezzünk vissza, amikor azt mondtuk, hogy ezek a szenvedő emberek közül bármelyik lehet maga Jézus. A mai vasárnapon, mely az Urunk születését megelőző bőti időszak első vasárnapja, arra szólítanak fel minket, hogy az elméleti hitet változtassuk át konkrét cselekedetekre, azaz az elméletről térjünk át tettekre. Másképp fogalmazva, fedezünk fel felebarátainkat, és gyakoroljunk irgalmat velük szembe. Amen.